Hogyha te is szeretnél kedvezményesen filmes, illetve sorozatos termékeket vásárolni, akkor mindenképp látogass el az xon.hu-ra, és használd a gigcity kuponkódot, illetve a kiváló laptopot és egyéb elektronikai eszközöket szeretnél, akkor a GigCity 5000 kuponkóddal 5000 forint kedvezményhez juthatsz a laptopoazis.hu. Linkek a leírásban. Azok eredete ismeretlen. Szíre lépése a kor 2790. évében történt meg, amikor Trór király vissza akar térni és helyreállítani Kazádum elveszett birodalmát. Tróli találkozott azokkal, aki lefejezte őt, és nevét Trór fejébe véste. Azok visszaküldte a testét Nárhoz, az egyetlen törphöz, aki elkísérte a királyt. Azok azt követelte, hogy Nár vigye el az üzenetet Trór népének, figyelmeztetve, vagy azok, aki bemerészkednek Móriába, hasonló sorsa fognak jutni. Ezután azok nyíltan is bejelentett, hogy megöltett Trort, és most ő uralkodik Mória királyaként. A nevét, amely trór homlokába vésett, a törpék a szívükbe vésték, és ez csak tovább növelte haragjukat. Nár nem kapott engedélyt, hogy visszaszerezze Tror fejét, és az orkok gúnyból egy marék értéktelen pénzérmét dobtak oda neki. Nár felvette az erszény, megfordult, és menekülni kezdett. Amikor visszanézett, látta, hogy orkok jöttek elő a kapum, és darabokra vagdalták Tor testét, majd azokat, a hollóknak szórták. Amikor a hír eljutott második tráinhoz, Trór örököséhez mély harag töltötte el és sereget toborzott Durin népéből, valamint másik hat több klámból, hogy bosszút állnak az ogon. Három év előkészület után elkezdődött a törpök és az orkok háborúja. A törpök azogra vadásztak, és számos csata zajlott a föld alatt. Kilenc év háború után Mória kapuj előtt zajlott le az utolsó, döntő csata, az Azanul bizár völgyében vívott csata. Ebben az összecsapásban azok megölte nine, de amikor menekülni próbált, második Dain, Nain fia lefejezte. Ezt követően azok fejét levágták, és kiszúrták egy rúdra, és a zsákpénz beletömték a szájába. A törpök, kivéve Tráint, nem próbálták meg előnyüket, és nem üldözték az orkukat a bányákba, mert sokan közülük elestek. Dain meglátta durin vesztét milyen a bányákban, és figyelmeztette Tráint, hogy ne próbálja meg bemenni Móriába. Azok föld alatti birodalmának lakossága háborúban jelentősen megfogyottkozott, és Uralma fia bold kezébe került a következő 150 évre. A hobbit filmtrilógiában Peter Jackson jelentősen megváltoztatta azok történetét, és úgy ábrázolta, hogy túlélte az Azánul Bizár-völgyében vívott csatát, ahol Torina karját vágta le, nem pedig Dain fejezte le. Így életben maradt, és a sorozat három fő antagonistája egyikévé vált. Azok üldözt és megtámadta Torint, illetve társaságát, miközben azok úton voltak a magányos hegyre. A filmekben azokat úgy mutatták be, mint a legnagyobb orkot, aki valaha középföldén járt. Jóval nagyobb, mint bármely más társa, és csak fia, bolgér fel a Váratlan Utazás című filmben azok Mória orkvezére volt, akit pusztítónak is neveztek. Amikor Bálin elmeséli az Azánul Bizári csata történetét, egy visszamlékezésben azok látható, amint harcol Trond királyjal, majd lefejezi őt. Ez az esemény Trond fiát, második Tráint az őrületbe kergette a gyász miatt, de feldühítette a király unokáját, második Torint. Azok harcba bocsátkozott Torinnal, és legyőzte őt egészen addig, amíg a törpherceg egy lehullott tölgyfágat meg nem ragadt, és palsként használta az ork buzogánya ellen. Amikor azok balkarjával lecsapott fegyverével, Torin felkapta jelesett töröknek a kardját és levágta azok a karját. Súlyosan megsebesülve és feldühödve azok ott társai visszavonszolták Móriába, miközben a törpök összegyűltek és nagy áldozatok árán visszaverték a maradék ellenséget. Torin azt hitte, hogy azok belehalt sérüléseibe, de ő túlélte és bosszút tervezett a törpök ellen. Ezúttal azért, hogy megbosszulja Torint, aki levágta a kezét. Azok ezután Torira és szövetségesére vadászott, mivel fogadalmat tett, hogy megszakítja Durin vérvonalát. Levágott balkarja helyett egy műkezet viselt. A film egyik tetőpontjánál azok és a vargokon lovagló csapata utolérte Torinékat, akik kénytelen voltak fáramászni, hogy megmeneküljenek a vargok elől. Azonban a vargok ledöntötték a fákat, így a társaság egy szakadék fölött lógó fán találta magát. Torin nem tudta visszatartani dühét, és megralmozta azogot, aki könnyedén levertőt buzogányával. Azog ezután megparancsolt az egyik ork alattvalójának, valójának, hogy hozzá el Torin fejét, de a sebesült több királyt zsákos Bilbo megmentette. Azok bilbót vette üldözőbe, miközben Torint és társít a nagy sasok mentették meg. A legtöbb ork és varg elpusztult a sasok révén, de azok fehér vargja, és néhány ork életben maradt. A Smoke pusztasága című filmben azok folytatta bosszú hadjáratát Torin ellen, és Beon házai követte a törpöket. Azonban nem tudta megtámadni őket, mert Beorn medveformájában formájában járőrözött a környéken. Bolg megérkezett, és elmondta apjának, hogy a mester hívta őt, amire azok vonakodott, de végül beleegyezett. Azok dolguldóba érkezett, ahol kiderült, hogy szövetségben áll a sötét úrral, magával Sauronnal. Morgó serege irányítását megkapva azok követelte, hogy kapja meg Torin fejét is, de Sauron azt mondta neki, hogy úgyis mindenki meg fog halni. Később, amikor Gandalf dolguldurban nyomozott, rájött, hogy a romok valójában egy a nekromont által létrehozott elrejtő varázslat hatása alatt állnak. Ahogy feloldotta a varázslatot, azok meglepetésszerű támadással csapott le rá, és a kislekedésért gúnyolta a varázslót. A készen állt Gandalf megölésére, de a mágus botjával távol tartotta, annak ellenére, hogy azok többször is megpróbált rátámadni. Gandalf végül megpróbált elmenekülni, mielőtt a sötét nagyúr legyőzte volna őt. Később azok már a seregét vezette a magányos hegy felé, elhatározva, hogy teljesíti fogadalmát a közelgő csatában. Az ötsereg csatáját című filmben azok seregével a magányos hegy felé menetelt, amikor Borg megérkezett, és elmondta neki, hogy Legolász és Tauriel megtámadták. Azok megkérdezte Bolgot, hogy megölte -e a tündéket, de Borg azt felelte, hogy nem, ami nagy csalódást okozott apjának. Azok ezután megparancsolta Bolgnak, hogy menjen gundabádba, és hozzon még egy sereget a csatához. Az öt sereg csatája során azok jelzőzászlókkal irányította seregét, amelyek mutatták, hogy mikor kell támadnia egy-egy légiónak. Amikor a sereg első sorai előjöttek, Dain és törpjék gyorsan elfogták őket, annak ellenére is, hogy súlyos túlerővel álltak szemben. Az orkok támadása közben a törpök pajzsfalat alakítottak ki, amely tüskés védelmet alkotott az orkokkal szemben. A tündék és a törpök együttes támadása halálosnak tűnt, és az orkok megtorpantak. Trándúi parancsot adott Ilyász hogy zúdítsanak nyilzáport az orkokra, míg bárdas a tóvárosiak készen álltak arra, hogy szükség esetén támadjanak. Azok ezt észrevette, és elküldte serege másik felét, amely főként láncsás orkokból áll, hogy támadják meg a várost. Bárd Bárdi erői suhatakba vonultak vissza. Az orkok több katapultot is előhoztak, amelyeket trollok cipeltek. Ezután áttörték a falat, és orkok csatatrollok közölöttek be a városba, mindent elpusztítva az útjukban. Bárd serege rohomat indított, és idéglenesen megállította azok erőit, de nem sokáig. Trándújé, Gandalf és a tündesereg nagy részés a város felé indult, de sokan meghaltak a közben, és maga Trándul is leesett a lováról, amiközben ellenségek vették körül. A hegy alatt Dái lova is elesett, és sok törp elkezdett visszavonulni a hegyhez. Azok serege majdnem elfoglalta a súlatagot és sarokba szorította a törpöket, de azok megállt parancsolt, hogy előre tolja csatatrójait. Ekkor elrendelte serege számára, hogy semmítsék meg Durin fiait. Hirtelen Torin és társai kitörtek a helyből, és rohamozni kezdték az orgokat. Valamikor ekkor Bolg a vargé és néhány zsoldos előre tört. Torin, Dvalin, Fili és Kili hegyi kecskéken indultak azok üldözésére, de amikor odaértek, azok elkapta Filit és pengéivel átszúrta a tört A feldődött Torin üldözni kezdte azogot, de az ork meglepte őt és üvöltve támadt rá. A drámai összecsapás során Torin hamar felülkerekedett, és lelökte az a domról. Azok orkokat küldött Torin megölésére, de a törpharcos legyőzte őket. Eközben Rádagászt vezetésével megérkeztek a nagyhasok Beornal együtt, és lerohanták az orkokat, teljesen megsemmisítve a sereget. A párbaj folytatódott, és Torin azok saját csatabózogányát a karjaiba dobta, aminek hatására a törött jég megroppant az ork lábai alatt. Ahogy azok teste sodródott, Torin követte, de beleesett azok csapdájába. Azok a pengés karjával átszúrt a Torin lábát, áttörte a jeget, majd melkason döfte. Azok gonoszul mosolygott, viszont egy pillanatra figyelmetlen lett. Torin miközben a földre szegezte azok, az orkiszot azok szívébe döfte. Ezután még mélyebbre nyomta a pengét. Néhány másodperccel később azok meghalt, miközben legnagyobb ellensége szemébe nézett. Torin azonban szintén nem élte túl a melkasi sérüléseket, amit azoktól kapott. Azok a filmekben egy hatalmas, félelmetes külsei ork volt, aki a legfejlettebb példánya a fajnak egész középföldén. Peter Jackson filmében azok és csatlósai az orkok nyelvét használták. Azok bőre csontfehér, ellentétben a többi ork bőrszínével, amely általában a zöldtől a sötét barnáig, vagy világosabb, barackos árnyalatokig terjed. További különbséget jelent azok és a többi ork között az átható kék szem és a sima bőr. Azok testét harci sebek és harci tetoválások borítják, amelyeket valószínűleg azzal a célral terveztek, hogy megfélemlítsék ellenségeit a csatatéren. Az öt sereg csatájában azok melvértet viselt, és a szokásos művégtagját egy kettős pengére cserélte, ami a könyökénél volt rögzítve. A Torinna vivott végső csatájában elhagyta szokásos buzogányát, és egy lántra erősített nagy téglát használt fegyverként. Úgyhogy ez lett volna nagyjából azok története, sajnos ugye a könyvekből nem sok mindent tudunk róla, így legfőbb esetben a filmeket vettem alapul, ahogy hallhattátok is ezelőbb, szóval ezt tette ki a videó nagy részét, de igazából aki látta a filmeket, annak most nem mondtam újat, talán az elején pár kis apró információ morzsát mondtam nektek, amiket a könyvekből tudtam kinyerni, és hogyha esetleg valami kimarad a videóból, akkor azt mindenképp jelezzétek a kommentek között, és természetesen azt is, hogy ti mennyire szeretitek azok karakterét. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp kommenteljetek, iratkozatok fel, megosztás, lájk, like, amit csak tudtok, tegyetek, meg kuponkódokat használjátok. Legközelebb találkozunk. Szevasztok!